Mert legalább 2670-en meghaltak a gázai övezetben, és 9600-an megsebesültek az izraeli légitámadások következtében. A palesztin Hamász politikai mozgalom egészségügyi minisztériumának közlése szerint. Izrael legutóbb Khan Yunis városára mért csapást a gázai övezetben, illetve arra kérte a civileket, hogy költözzenek a terület déli részére, melynek vízellátását ennek érdekében újra megnyitották. A gázai övezet északi részének határán izraeli tankok gyülekeznek, ami egyes megfigyelők szerint valószínűsíti, hogy Izrael szárazföldi offenzívára készül a gázai övezet ellen. Ekközben vasárnap folytatódtak a diplomáciai egyeztetések az izraeli konfliktusról. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter Kairóban az egyiptomi elnökkel tárgyalt, az iráni külügyminiszter Katarban az emírség vezetőivel és a Hamász szemüzetésben lévő vezetőjével is találkozott.